Arattunk már szép győzelmeket, de tény és való, hogy amit a ma a csapat mutatott ember hátrányban, az példaértékű, ezt kell tovább vinnünk a bajnokságban. Nagyon jó küzdöttünk az utolsó pillanatokig, nem lehetett látni, hogy ember hátrányban vagyunk, és utána, hogy megtörtént az ellenfél és a kiállítás, tehát domináltunk végig a második fél időben, úgyhogy igazából kérdés nem volt az, hogy megnyerjük ezt a meccset. Örülök neki, most jön a válogatott szünet, ugye sokan megyünk a válogatotthoz, a többiek egy jó felkészülés, és utána hát jön, megyünk az Újpesthez, tehát akkor van értelme ennek a győzelemnek, ha az Újpestet megverjük. Tudjuk, hogy hazapályán csak győzni szabad nekünk itt, Gruppom Arénában. Ugye ez a Ferencváros, hogy csak a győzelemre játszunk, és egy mínusz ember nem fogja megakadályozni, hogy mi nyerjünk, szóval tudtuk még emberhátrányban is, hogy nekünk azt kell csinálni, szóval, hogy meg kell nyerni a meccset, és ezt éreztük szerintem, hogy ebben benne van, hogy megnyerjük a meccset, igazából ez kívülről is ez látszódott. 44 percig voltatok emberhátrányban, de ez nem látszott. Mi volt erre a megoldás? Ez ott a játékszisztémában volt, vagy ez egy Fradi szív volt, és a csapategységet mutatta? Én azt mondom, a második a Fradi szív, illetve a csapategység, hiszen taktika nagyon nem változott, mert ugyanúgy megvolt a négy védő, négy középpályás, illetve a Dani maradt egyedül fönt. A Joe, mint szervező, ugye kiszállt a játékból, egy változás volt a fél időben, próbáltuk stabilizálni a játékunkat. Ez nagyon jól működött, nagyon jól járattuk a labdát a második fél időben, egyik oldalra, a másik oldalra jöttek a beadások, utána már két csatára álltunk át, ott még többet próbáltuk belőni a labdákat, és ez meghozta a győzelmet a csapatnak. Sajnálom, hogy nem tudtuk ezt kihasználni, ugye megszereztük a vezetést, utána emberelőnybe kerültünk, aztán sajnos lélektanulóan kaptunk egy viszonylag olyan gólt ugye szögletből, amit nem kellett volna. Utána a másik fél időben próbáltunk úgy nyomást gyakorolni a Fradira, nem nagyon sikerült igazából, ugye utána mi is megfogyatkoztunk, és hát a vége sajnos így utólag elég sima lett, de azért a mérkőzésen belül, ha mi jövünk jobban a fordulópontokból, akkor másként is alakulhatott volna a mérkőzés. Pintér Attila azt említette a sajtótájékoztatót, hogy a Ferencváros egyenlít a gólja előtt, szabálytalanság történt, ezt visszanéztétek, vagy beszéltetek róla Zöldözőben? Egyelőre még visszanézni nem tudtuk, de igen, azt mondták, hogy ott lerántották a játékosunkat, kifele szabálytalanság volt, tehát kifele kellett volna rugnunk, és ebből kaptunk gólt. Biztos, hogy vissza fogjuk nézni ezt is, ott belül én nem láttam, de azt mondták, hogy szabálytalanság volt. Nagyszerű volt a hangulat, mennyit segítettek a szurkolók nektek? Nagyon sokat, nagyon szépen köszönjük nekik, hiszen az utolsó pillanatig üztek, hajtottak minket és buzdítottak. Ez is kellett ahhoz, hogy ugye a szöglet után befejelje a Miha, illetve a Daninak bepattanjon az a lövése. Igen, szép volt ugye, hogy újra itt voltak a szurkolók. Szerintem ilyen meccset szívesen néz mindenki. És igen, hát fantasztikus volt ez átélni is a pályán. A Fradi ellen azt gondolom, hogy mindig különleges érzés játszani, főleg, hogyha ha a Ferencvárosban játszik az ember, ugye nagyszerű szurkolótábor van, ezt most is azt gondolom, hogy bizonyították, úgyhogy különleges érzés. Ugye a kupa meccsen a hétközben csereként álltál be, most kezdő voltál, mennyire voltál elégedett a saját teljesítményeddel? Én azt gondolom, hogy talán kevesebb helyzetünk volt, ugye, de a mezőnyben azt gondolom, hogy jó munkát végeztem, ugye hosszú sérülésből tértem vissza, még azért kell pár meccs a lábamba, ugye tényleg 2-4 óra 20 percet játszottam, úgyhogy még szükségem van a percekre, de azt gondolom, hogy egy ilyen jó csapat ellen, ráadásul azt gondolom, egy jó iramú, jó hangulatú, nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, azt gondolom, hogy nem ment rosszul a játék. Remekül játszottál, nagyon sok labdát szereztél, és abból veszélyes támadásokat indítottatok. Így a válogatott hét előtt, hogy érzed, milyen formában vagy, és hogyan, milyen várakozásokkal tekintesz a válogatott hét elé? Hát köszönöm szépen, hogyha így láttátok kintről. Mindig próbálom a legjobbamat nyújtani, az első fél időmmel nem voltam megelégedve, voltak olyan eladott labdáim, amit nem szoktam igazából. A második fél időben sokkal jobb volt, ugye az volt egy kis utasítás, hogy próbáljam meg a Daniékat beadásokkal helyzetbe hozni, ezt mindenképp próbáltam is használni, úgyhogy jó hangulattal megyünk a válogatotthoz. Nagyon bízom benne, hogy ott is sikeresek leszünk, és utána tényleg az Újpest meccsön, ami egy kiemelt mérkőzés számunkra. Van nektek, mind válogatott játékosoknak elképzelés már arról, hogy Légensz kapitány mit szeretne? Tehát beszélt veletek például személyesen, vagy most majd a jövő hét fogja ezt elárulni?
Én úgy gondolom, a jövő hét fogja elárulni, hiszen új szövetségi kapitányunk van, lesznek vele az első edzések, minden az ismerkedés, de hát igazából feltérképezett mindenkit, tehát tisztában van a játékosok képességeivel. Szerintem már megvan a terv a fejében a következő két mérkőzésre, úgyhogy ami lehetőséget kapunk, azt ki kell használni, minél jobban játszani, és 100%-osan edzeni ugyanúgy, hogy utána, amikor visszajövünk, akkor meg tudjuk venni az Újpestet. Ilyen mérkőzés után jön a válogatott, ugye először lesz a válogatott, vagy lehet válogatott, milyen várakozásokkal tekintesz a jövő hétre? Így van, ugye eddig a meccsig igazából nem nagyon koncentráltam rá, mert mindig próbálom csak így maximum egy napra előre így koncentrálni edzéseket és a meccseket is, szóval ez volt így előttem, hogy ezt a meccset meg kell nyerni. Hát igen, és most következik, most ugye meccs után, meg holnap fogom ezt így igazából átértékelni ezt a várakozást, és hát meglátjuk, bízom benne, maximumot próbálom ott is nyújtani, és igazából az a cél, hogy van két meccs, és igazából győzni akarunk, és csapategységre fogunk koncentrálni, ugye ez is egy új csapat, új edzővel, hogy hát ott is össze kell állni a csapatnak.